Üdvözlök mindenkit! Az Experience Channel egy ezúttal rendhagyó videóval jelentkezik. Egy ideje szívvel lélekkel töltöm fel azokat a hangoskönyv tartalmakat, amelyek a vakoknak, gyengéllátóknak és a kevés idővel rendelkezőknek készül. Sok a körömére, néhány a kritikájára, de összességében talán elkönyvelhetjük, hogy a hibák ellenére mégis hasznos tartalmakat tudtam ezen a csatornán prezentálni. Sajnos elért engem is a youtuberek rémálma, a demonetizáció. Ez annyit jelent, hogy a szolgáltató döntése alapján ezzel a csatornával nem kereshetek pénzt. Tehát a megjelenő reklámok bevételeiből egy könyvet sem kapok, az mind a YouTube-é lesz. És mivel is indokolt ezt a szolgáltató? A csatorna tartalma nem felel meg a bevétel szerzési alapelveknek. Egy kis kutakodás után az is kiderült, hogy miért. Tartalom ismétlés. Na most, hogy ezt a tisztelt szolgáltató hogy értette? Másik csatorna tartalmát ismétlem, vagy a sajátomét, az nem derült ki. De abban teljesen biztos vagyok, hogy egyik eset sem áll fenn, hiszen a hangos könyvek mindegyike teljesen egyedi szerkesztésű. Ez alapján fellebbezést nyújtottam be a szolgáltatónak, mivel tévesnek gondoltam a döntésük alapját. Néhány nap elteltével meg is kaptam a választ, a fellebbezésemet elutasították, a csatorna továbbra sem alkalmas monetizációra. És hogy miért? Most kapaszkodj. A YouTube már azt is tartalomismétlésnek tekinti, hogy jogtisztán felhasználható könyveket azonos tartalommal felolvastatok. Na most hagyok egy kis időt arra, hogy ezt feldolgozzátok. És a szolgáltató ki is jelentette, hogy a problémára az lenne a megoldás, hogy a felolvasott művek tartalmait át kellene szerkeszteni, kommentárokat fűzni hozzá, jól hallottátok, a műveket változtassa meg, és úgy lesz a tuti. Itt külön kérek most mindenkit, hogy lehetőleg nyomdafestéket tűrő megjegyzéseket írjon. Na most mielőtt még félreértések adódnának abból, hogy vajon mennyi bevételtől is esek el, őszinte leszek, a csatorna havi bevétele a videók elkészítéséhez szükséges anyagiakat finanszírozta. Tehát a kiszolgáló szoftverek bérlését, az infrastruktúra működését fedezte. Valójában profitról nem tudok beszámolni. Hozzáteszem, ez sem az USA, sem a Magyarország adóhivatalát nem tántorítja el attól, hogy megadóztassa ezt a bevételt. Így összességében elmondható, hogy a csatorna tartalmát heti egy nap munkával karitatív alapon szerkesztettem. Az egész műfaj a hangos könyv jellege miatt nem tudok segíteni a szolgáltató máig általam jogszerűtlennek tartott problémáján. Sajnos úgy kellett döntenem, hogy a további hangos könyvek elkészítését nulla finanszírozás mellett nem tudom vállalni. Nem fogom törölni a csatornát, bár megvallom, hogy zsigerből ez jutott volna először az eszembe, mégsem szeretnék azokkal kitolni, akiknek eddig is felüdülést okozott ezeknek a hangos könyveknek a hallgatása. A feltöltött anyagokat nyugodtan hallgathatjátok továbbra is. Sőt, van még néhány készülőben lévő könyv, amelyeket elkészítek és közzéteszek, de ebben a hónapban a tartalomfeltöltést sajnos befejezem. Én örülök, hogy ez alatt az eltelt egy év alatt segíthettem. Kívánom, hogy az eddig elkészült hangos könyvek váljanak megelégedésetekre. Sziasztok!